Üdvözlök mindenkit a Transport Info következő videójában. Ebben a videóban haladunk tovább a tartányok ismertetésével. Ezek azok a tartányrajzok, amelyek az ADR tartányos vizsga, az alapvizsga szóbeli részén fordulhatnak elő. Ezek esetében be kell tudni mutatni, hogyan működik a tartány ezen elvi rajzok mentén. Ez már egy hosszabb sorozat. Ez a 19. rész, ahol is a vákumtartányokkal megyünk tovább, de mielőtt ezt megtennénk, szeretnék egy gyors kört futni elérhetőségekkel. Alapvetően a veszélyes áruszállítás témában az ADR tanácsadó nevű zárt Facebook csoportban találtok meg minket, és itt lehet leggyorsabban választ kapni különböző kérdésekre. Jellemzően a veszélyes áruszállítással kapcsolatban, de természetesen próbálunk segíteni más a közúti szállítást, fuvarozást érintő szabályokkal kapcsolatban is, hogyha tudunk. Ami viszont teljes mértékben ADR segítség, az az online ADR segéd, a dgronline.eu oldalon találkozhattok vele. Ha ezt az oldalt felüljétek, akkor egy UN szám beadásával nagyon sok információhoz juttok, mindenhez, ami igazából 3.2-es táblázatban is benne van, de maga az oldal ettől sokkal több, és érdemes is már csak azok miatt is ellátogatni ide, amelyekkel több ez az oldal, akár a maga az ADR, vagy a különböző veszélyes árus szabályok szövege miatt is, de természetesen, ha valaki ezzel foglalkozik, akár bárcákat lehet vásárolni, illetve tanácsadást is lehet kérni. A következő, ami ilyen szempontból még fontos, az a Transport Info Ltd.-nek a YouTube csatornája, ahova én is ezeket pakolászom kifele, ezeket a videókat itt. Több videóval is találkozhattok, angolul is, magyarul is. Ugye magyarul is készülnek videók, és most már angolul is készülnek videók, ezek egy közösségi oldalra mennek, hogyha valaki természetesen nem beszéli az adott nyelvet, nem kell megijedni, mert jobbára az adott témában magyarul is vannak videók, úgyhogy ettől nem kell megijedni. De ha nem, ha valamilyen témában szükség lenne, akár egy oktató videóra, akkor jelezzétek, és akkor megpróbáljuk azt a kérdést adott esetben egy videóban megválaszolni. Na nézzük akkor ezt a tartányrajzot, mert ez egy picit bonyolultabb lesz, ezért érdemes rá több időt szánni. Mint egy perc, de egyébként, ha az alapszerelvényeket nézzük, akkor ezeket már igazából elmagyaráztam. Tehát, ha valaki nagyon szemfüles volt és követte a sorozatot, akkor szinte az összes szerelvényt el tudja magyarázni. Egyébként ez a vázlat gyúlékony, folyékony, esetleg szilárd anyaggal szennyezett folyékony, veszélyes anyag, vagy kevésbé veszélyes, hulladékok szállítására szolgáló vákummal üzemeltethető tartány, és ugye a szerelvényeket is szépen bemutatja. Menjünk sorba, menjünk fölülről, ahogy szoktuk igazából a könyv, amit már oly sokszor bemutattam, amiből én is dolgozom, hogy a Tartányos Szállítás című könyv is mindig fölülről kezdi. Úgyhogy nézzük innen. A vákum mérésére is alkalmas nyomásmérő a tartány felső, mellső és hátsó részén. Tehát itt a lényeg az, hogy a vákumot is tudja mérni, természetesen a túlnyomást is, hogyha éppen túlnyomást hozunk létre. Biztonsági szelepek a szelepek elé helyezett hasadótárcsával, hasadótárcsa sérülését, szivárgását mutató nyomásmérő, jó, egységesen ezekről a szerkezetekről beszélünk, ugye kettő van itt, két elején, illetve a végén, majd az elválasztó fal, illetve a dugattyúról beszélek majd, ezért van itt duplikálva szinte minden. Ezt már tanultuk, hasadótárcsa, biztonsági szelep, és ugye a hasadótárcsa elé beépített nyomásmérő, hogy lássuk, hogyha átszakadt a hasadótárcsa. Korábbi videókban már beszéltünk róla. Levegőszállító csőrendszer, egyébként ugye itt is ezek láthatók, ugye mindig ezek azok a vezetékek, amiken a levegő áramlik, és természetesen az áró szelepek, majd egy gyors működést nézünk úgy is.
és ezt már ismerjük az előző videóból, itt is a felső szívócső forgatható szerkezettel, a szerkezet feletti zárószeleppel, tömlő csatlakozóval, vakkarimával. Tehát ez az, amit egyébként ezeken a vákumtartányokon lehet látni, és lehet forgatni is, és szoktak is, amikor például, ha valaki látott már közelebbről ilyen csatornatisztítást. Aztán kémlelő ablakok, tehát mind a két végén lehet látni ezeket az ablakokat a tartányokon. A dugattyú, itt ez a középső rész, ez a dugattyú, ami mozgatható, és a dugattyú rögzítésére szolgáló szerkezetek, tehát itt három állásban lehet rögzíteni ezt a dugattyút. Van egy nyitható hátsó fenék, tehát itt elméletileg ezen a pici zsanéron ezt lehet itt nyitni teljes mértékben. Aztán alsó töltőrítő cső, kettő záró szerkezettel, tömlő csatlakozóval és vakarimával. Jó, ezt is azért már ismerni kell, tehát ezt találkoztunk már ilyen alsó töltőrítő csővel, vakarima, kettő záró szerkezet, ugye szelepés. Itt is a vakkarima. Kompresszor, megint csak azt mondom, hogy az előző részben találkoztunk itt a kompresszornak egyébként az alkatrészeivel, szívó nyomoldalon beépített lángzár, tehát egy lángzár, két lángzár, szívó oldal, nyomoldal, ugye ezt is mutattam már, hogy hogy közlekedik a levegő a nyilaknak megfelelően. Aztán van szűrő, utána jön a hangtompító, aztán biztonsági szelepünk is van természetesen, hogyha megnőne valamilyen oknál fogva a nyomás, nyomásmérő, azért lássuk azt is, hogy ott milyen nyomás van a kompresszorunk után, illetve a négy furatú szelep, ennek a működését is a múltkor kiveséztük, hogyan lehet itt a levegő útját úgy irányítani, hogy éppen azt most toljuk bele a tartányba, vagy szívjuk onnan ki. Aztán ugye a dugattyú az alapvetően az kényszerűrítésre szolgál, kinyomod vele az anyagot, de ugye válaszfalként is szolgálat, viszont csak akkor, hogyha ez rögzítve van, tehát csak rögzített helyzetben szolgálhat válaszfalként, és csak olyan anyagok esetén, amelyek nem lépnek egymással veszélyes reakcióba, tehát azért olyan anyagokat kell tárolni a dugattyún két oldalán, amik nem reagálnak veszélyesen, különben abból azért még gond is lehet. Alapvetően, ami még fontos, hogy tölteni a tartány alsó részén lévő szívó, kifolyó csövön át megengedett, hogyha gyullékony anyagról beszélünk, tehát hogyha gyullékony, folyékony anyagról beszélünk, ugye ott mindig kérdés a porlasztást elkerülendő, fölülről nem szívunk be olyan anyagot, mert akkor porlasztjuk, és nyilván akkor nagyobb veszélynek vagyunk kitéve ilyen szempontból, a nyúlékony, folyékony anyag szempontjából. Ugye mindig minimalizálni kell ezt a porlasztást, és ezért van az például, hogy ha vákummal fogom tölteni a tartányt, ilyen nyúlékony, folyékony anyagból, akkor lehető legkisebb vákummal kell kezelni, és például a 23 foknál alacsonyabb lobbanás pontú folyadékok esetében, az ilyen gyúlékony folyadékok esetében, amikor túlnyomással ürítem, akkor is egy bár lehet csak a megengedett nyomás. Jó, tehát ezt próbáljuk egyébként magát a tartányt, hogyha nem gyúlékony, folyékony anyagról beszélünk, akkor ugye fölülről is lehet tölteni vákummal, illetve alulról is lehet üríteni, pedig természetesen alulról tudjuk, a négy forratú szelepünkkel tudunk ugye a levegő útját változtatni, innentől kezdve a kompresszorunk vagy szívni fogja ki az adott tartány részből a levegőt, vagy pedig nyomni bele, innentől kezdve már csak a záró szelepeknek a nyitása, zárása a kérdés, hogy hogyan vezérlem, vezénylem a levegő útját, tehát nyilván nyomhatom ebbe a rekeszbe, itt ebbe a részbe a levegőt, és nyomom ki az anyagot ugyanúgy a másik oldalon, a dugattyú másik oldalán, ezt megtehetem természetesen ugyanezen az úton, csak visszafele, hogyha szívom a levegőt, akkor vákumot állíthatok elő, amit természetesen ezeken a mérőórákon tudok leolvasni, és akkor akár fölülről, akár alulról is szívhatom be az anyagot, és akkor innentől kezdve már vákummal fogom tölteni a tartányt. Jó, üríteni pedig alulról, és természetesen még itt van nekünk a
nyitható hátsó fedél is, és a dugattyunk is, amivel kényszer üríteni tudunk, tehát tudjuk nyomni kifele az anyagot. Jó, a kompresszornak a működését, illetve a négy fúratú szelep, hogy hogyan köti össze ezeket az ágokat, és hogyan fogunk szívni, fújni itt ebben a körben, ezt az előző videóban elmagyaráztam. Tehát maga a vákum vagy a túlnyomás előállítása, az annak a magyarázata már megtörtént. Úgyhogy innentől kezdve a kompresszor és részeinek a működését is megnéztük már. Ha valaki ezt a tételt húzná, vagy ezt a tartányrajzot húzná egy szóbeli vizsgán, akkor nagyjából ennyit kell erről elmondani, ennyit kell tudni róla. Jó, aztán haladunk tovább, van még egy-két nagyon hasonló vákumtartányunk, majd ha az is elfogy, akkor már más osztályokba fogunk átlépni, tehát át fogunk térni majd a gázok, illetve a hármas osztály anyagainak a tartányaira. Úgyhogy itt ez a már többször megmutatott könyvecske, az a tartányos szállításnak a végére értünk, úgyhogy még egy-két egyszerűbb vákumtartányt itt megnézünk, és utána áttérünk másik könyvre. Jó, ennek a tartánynak a működése ennyi volt. Ha bárkinek valamilyen kérdése lenne, nyugodtan tegye föl kommentbe, akár a YouTube csatornán, vagy akár a már említett zárt Facebook csoportunkba az ADR tanácsadó néven, és akkor amint tudjuk, megválaszoljuk. Nekem ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor találkozzunk egy következő videóban. Sziasztok!